Sok autós iskolában hónapokat kell várni a vezetésre, a szakemberek szerint több oktatóra lenne szükség. Egyre többen érzékenyek a parlag fűpollenjére, júliustól bírságot is kaphat, akinek a telke parlagfűvel fertőzött. Emberekre is támadhatnak a varjak, a fiókáikat védik a madarak. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Sok autós iskolában akár hónapokat is várni kell az oktatókra. Ez különösen a nyári hónapokban jelenthet problémát, ilyenkor ugyanis jóval többen szeretnék elkezdeni a vezetést. A szakemberek szerint több oktatóra lenne szükség. A vezetést oktató szakemberek szerint a további létszámcsökkenés oka lehet egy a múlt évben hozott rendelet, amely kimondja a gépjárművezető szakoktatót csak felsőoktatási intézmény képezhet. Magyarországon két intézménynek van erre jogosultsága, s közülük is csak egy kelet-magyarországi főiskola indít ilyen képzést. A jelenleg folyamatban lévő képzésnek a szervezője a Nyíregyházi Főiskola, aki egyébként nem melleslegben 4 helyszínen is tartja a képzést, tehát Budapesten, Győrött, Nyíregyházen és Szegeden is egyaránt lehet jelentkezni rá. Az oktatók szerint az új rendelet más feltételei is nehezítik a jelentkezést. Az új jogszabály azt mondja ki, hogy ABC kategóriás vezetői engedéllyel kell rendelkezni, aminek ugye megszerzése már nem egy kis összegbe kerül, hiszen közel egy 500 000 forintról beszélünk, majd pedig el kell végezni egy szakoktatói tanfolyamot, aminek van egy 450 000 forintos tanfolyamdíj költsége, plusz ehhez járulnak a vizsgadíjak. Az 1 000 000 forintnál is magasabb befektetés az oktatást fedezi, és a leendő szakoktatóknak a vizsgák után kell alkalmas gépkocsit vásárolni. Mindez nem csak anyagi ráfordítást kíván, hanem sok időt is. A tavasszal meghirdetett képzésre most folynak a felvételik, és a leendő hallgatók egy részéből várhatóan jövő nyárra lesznek bevethető szakoktatók. Teszem azt, most elindul egy tanfolyam. Van rajta 300 jelentkező, abból talán 100 megfelel a felvételin. Abból a 100-ból mondhatnunk, hogy 50-60 levizsgázik, akkor országos számokról beszélünk. Tehát azért kiszámoljuk, hogy hány megye meg főváros van. Szétosztjuk ezt az embermennyiséget, akkor mondhatnunk, hogy szinte egy autós iskolába le se csapódik ebből az oktató mennyiségből. Hiszen ami alatt ez megtörténik, addig hány olyan oktató van, aki nyugdíjba megy, másik szakmába megy, tehát magyarul abba hagyja ezt a tevékenységet. A Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársától megtudtuk, hogy jelenleg összesen 3900 szakoktatót tartanak nyilván, ám az is tény, hogy ezeknek több mint negyede 60 év feletti. Facsádi Orsolya szerint ez legfeljebb azt jelenti, hogy öregszik a szakma, de úgy véli, még elegen vannak. Nincsen kevés szakoktató, igazából csak kevésnek tűnhet, főleg itt a nyári időszak, a szünidő elején, mert ugye nagyon sok diák ilyenkor iratkozik be az autós iskolákba, szeretné a vakációt letudni a vezetői engedély megszerzését, illetve a téli időszak a másik ilyen időszak, amikor nagyon sokan vannak, hiszen akik ugye elkezdték az adott évben magát a képzést, azok az ünnepekig szeretnék is befejezni. A gépjárművezető szakoktatók túlórákkal próbálják pótolni az esetlegesen fellépő emberhiányt, ám a jogszabályok legfeljebb 10 órás munkanapot engedélyeznek a jelentős pszichés idegi terhelés miatt. Információink szerint több budapesti autós iskolában is több hetet, hónapot kell várni a tanulóknak az oktatókra. Egyre többen allergiásak a parlagfű pollenjére. A becslések alapján évente 10-15%-kal emelkedik az allergiások száma. A szakemberek szerint nagy probléma, hogy egyre több fiatalnál jelentkeznek az orrfolyással és viszketéssel járó tünetek. Az ingatlan tulajdonosoknak már csak 2 hetük maradt a parlagfűmentesítésre. Júliustól akár milliós bírságot is kaphat, aki ezt elmulasztja. Egyetlen szál parlagfű is több 10 000 000 pollenszemcsét juttat a levegőbe, megkeserítve ezzel az allergiások életét. A gyomnövény pollenjére egyre többen érzékenyek. Magyarországon akár a 1,5-2 millió főt is elérheti a parlagfű allergiások száma. Ez azonban csak egy becslés, ugyanis sokan nem fordulnak orvoshoz, hanem egyénileg próbálják enyhíteni az orrfolyással, szemviszketéssel járó tüneteket. A Magyar Allergia Szövetség elnöke szerint egyre több fiatalt érint az allergia. A fiataloknál elsősorban azért jön elő, mert egy új, olyan nagy allergén terhelést jelent, ami épp azért, mert az immunrendszerük tulajdonképpen jól működik, ugye reagál rá. Tehát, hogyha nagyon alacsony egy pollen koncentráció, az nagyon kevés
ugye allergiást abban a pollen vonatkozásban vált ki, hogyha a fehérjé olyanok a pollennek, hogy nem nagyon piszkálja az immunrendszer, akkor megint nagyon kevés van. Sajnos a parlagfűnél az a helyzet, hogy sok van, és az a fehérje, azokkal fehérje szerkezetek, amelyek jellemzőek a pollenre, azok az ember számára nagyon erős ingert jelentenek. Tehát itt, ha szabad azt mondani, ez az összes ilyen kellemetlen tényező a parlagfűbe egyesül, ugye, amelyik a allergia elősegítését jelenti. Vannak, akik szerint nem csak gyógyszeres kezeléssel, de a parlagfűből készített teával is hatásosan lehet kezelni a tüneteket. Dr. Nékám Kristóf szerint azonban ez egy tévhit. Olyan cikkel, amelyik a szokott kutatási módszereket és a meggyőző módszerekkel igazolta volna, hogy a parlagfűt valamilyen terápiára lehet alkalmazni. Egyetlen egyet ismerik, és ez az a bizonyos immunterápia, amelyik ugye a parlagfű kivonattal készül. De ez a kivonat, ez nem ugyanaz a kivonat, amiket például teákba vagy másokba adnak, más a beviteli módja, más a mennyiség, amibe kerül. Tehát, hogyha valaki mondjuk parlagfű főzettől el tudom képzelni, hogy jobban van, akkor az azt jelenti, hogy egy gyönge utánzata azoknak az immunterápiáknak, amelyeket valóban már 20 év óta, 30 év óta próbálunk, amelyek mögött valóban nagyon sok kutatás áll és nagyon sok jó eredmény. Az ingatlan tulajdonosoknak már csak 2 hetük maradt a parlagfűmentesítésre, júliustól akár milliós bírságot is kaphat, aki ezt elmulasztja. A gyomnövénymentesítést a hegyvidéken is rendszeresen ellenőrzik. Június 30-a után a jegyző mindenféle felszólítás nélkül akár közérdekű védekezést is elrendelhet a tulajdonosok, tehát az ingatlan tulajdonosokkal szemben, ami azt jelenti, hogy tehát nagyobb parlagfű borítottság esetén, nyilván ez nem 1-2 szállat jelent, de hogyha már egy ilyen 10-15%-os borítottságot találunk, ami még nem túl nagy, de azért az már jelentős fertőzöttségnek mondható, azonnali saját emberekkel kaszáltathatunk, és akkor a költségeket ráterhelhetjük természetesen az ingatlan tulajdonosra. Péter Mihály elmondta, a hegyvidéken az elmúlt években sem találkoztak nagyobb parlagfűvel fertőzött területtel. Kormánygaranciát kért Arlós István főpolgármester az M3-as metró felújításához kapcsolódó buszbeszerzéshez. Mint mondta, július 5-éig van még idő arra, hogy döntés szülessen az ügyben. Közölte, a kormány kérte, hogy a 3-as metró vonal felújításának ideje alatti járműpótlást szolgáltatás vásárlásával oldják meg. Ehhez szükséges a kormány részéről garanciavállalás az esetleges többletköltségekre, mondta a főpolgármester. Amit kérünk, azt nem hiszem, hogy indokolni kell, az csak annyi, hogyha mi megvétózzuk a legolcsóbb és időben megfelelő ajánlatot, akkor kapjunk egy egyértelmű kormánygaranciát arra, hogy a kormány által kért megoldásból következő esetleges magasabb költség és a legolcsóbb költség közti árkülönbözet megtérítésére a városnak adjon a kormány garanciát. A hőség miatt megnőhet az erdőtüzek kialakulásának veszélye, erre figyelmeztet a Nébih, arra kérik a kirándulókat, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyen gyújtsanak tüzet, és gondoskodjanak az eloltásáról. A kiszáradt avar pillanatok alatt lángra kaphat, így akár egy eldobott cigarettacsik is óriási károkat tud okozni. Megnyílt az eddigi legnagyobb hazai Modigliani kiállítás. A Nemzeti Galéria új tárlatán az olasz festőművész több mint 60 alkotását láthatja a közönség, így az átfogó képet ad Modigliani művészetéről a párizsi kezdetektől egészen haláláig. A kiállítás az alkotó kortársainak számos művét is felvonultatja. Az október 2-ig látható tárlathoz a világ számos magán és közgyűjteménye kölcsönzött műveket. Ez az egyéni stílus, és ez a tényleg gazdag teljesítmény, művészi teljesítmény, ami alapos vizsgálatot érdemel mindnyájunk részéről, ez teremt itt most egy különleges élményt mindnyájunk számára, akik élünk ezzel a lehetőséggel, és egy kozmopolita forgatagban egy egyéni stílust keresünk, találunk, akik egy olyan világban vagyunk, ahol nagyon sok a sablon, nagyon sok a séma, itt mégis az egyéniséggel tudunk találkozni. Az elmúlt hetekben több hír szólt arról, hogy a Vérmező parkján keresztül sétáló embereket, illetve kutyákat támadtak meg varjak. Úgy tudjuk, hogy a támadások nyomán nem keletkeztek sérülések, de többekben félelmet keltette a madarak határozott fellépése.
A szakemberek szerint a varjak csak a fiókáikat védik, ezért válhatnak időnként agresszívvé. Vélhetően nem mindenki tudja, hogy a sárgarigó, a szajkó és a varjú rokonok, mindegyikük énekes madár. A varjak énekhangja ugyan kissé rekettesnek tűnik, ám nem emiatt vívták ki a szürke hátú dolmányosok az emberek ellenszenvét a vérmező környékén. A hegyvidék határán lévő parkban ugyanis több járókelőre ráijesztettek a varjak, és állítólag az ott sétáló kutyákat is elzavarták. A szakértők szerint a viselkedés egyik kiváltó oka a madarakat érő sok inger lehet, de főleg a fiókáik védelmében cselekszenek. Agresszív lépésekkel próbálják meg a fiókáikat megvédeni. Ez alapvetően egy olyan szülői gondoskodás, ami a varjúfélékre jellemző, eléggé fejlett az utódgondozási képességük, és gyakorlatilag ez arról szól, hogy amikor a fiókák már nagyok, de még nem teljesen önállóak, kirepülnek a fészekből, a környéken vannak valahol, bugdácsolnak az ágakon, ügyetlenkednek a földön. Nagyon sok esetben a szülők, az öreg madarak, azok veszélyben érzik ezeket a fiókákat, és azt gondolják, hogy az oda futó kutya, vagy a sétáló ember, tehát a mozgó élőlény, az talán az ő fiókái számára veszélyt jelent. A vérmezőn portyázó és teritoriumot kialakító varjak eddig nem okoztak komoly sérüléseket. Ilyenkor előfordul, hogy egészen közel repülnek hozzánk, akár meg is érintenek minket a csőrükkel vagy a lábukkal. Ezek nem okoznak maradandó sérüléseket, inkább csak ijegységet. Ilyenkor az a tanács, hogy abból a 50-100 méteres körzetből gyorsan el kell sietni. A varjak adott esetben lehet, hogy egy kicsit még utánunk jönnek, de amikor már távol vagyunk az általunk akár nem is látott fiókától, mert lehet, hogy elrejtőzködött ott a környéken, és emiatt nem látjuk a támadás okát. Elhagyjuk őket, és akkor onnantól kezdve a varjú is visszatér a fiókája környezetébe. A dolmányosok gondoskodásából fakadó esetleges támadása a legfeljebb néhány napig tarthat már csak, ugyanis június végén, július elején kirepülnek a fiókák, vagyis tudnak már magukról gondoskodni. A varjakhoz hasonló, intelligensnek mondható, fejlett struktúrában élő állatok a védekezést, illetve a fiókák vagy a territórium megvédését csoportos fellépéssel is nyomatékosítják. Általában az ilyen kolóniában élő állatokban nagyon fejlett a védekező közösségi mechanizmus, tehát akár a soklúgy disznógyőz közmondása utalva is, ha ő neki valamilyen védendő fészke van, territóriuma, akkor, vagy őt úgy érzi, hogy a csoportját támadás éri, a territóriumába betörnek, akkor bizony ilyenkor a csoport összes tagja közösen védekezik, és akár a csoport erejében bízva egy sokkal erősebb állatot is, akár vagy az embert is úgy érzi, hogy el tud zavarni onnan. A szakemberek szerint a varjak csak ritkán támadnak, így nem érdemes különösebben tartani tőlük. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!